A seregélyesi származású Székesfehérváron élő festőművész Pintér László és lánya Pintér Zsuzsanna egy közös tárlattal mutatkozott be a képzőművészet barátainak. A 92 éves Pintér László, aki kalandos életútja során meg annyi impulzussal gazdagodott, varázslatos tájképekkel, településképekkel nyújt egyedi, érzelmek és gondolatok által vezérelt vizuális élményt, egy olyan idillt, ami ünnepivé teszi a hétköznapokat. Engem vonzottak mindig azok a tájak, amik szépek voltak, ahol víz, hegy, fenyvesek, erdők voltak, és ezek úgy együttes hangulata az, bennem egy olyan érzést váltott ki, hogy azt meg kellene örökíteni. Akkor még fényképezőgépen nem volt. Megpróbáltam rajzokat készíteni, általában volt állam füzet, amivel változatokat készítettem. Ezeket a változatokat aztán otthon megpróbáltam megfesteni. Bár lánya Zsuzsanna ezúttal nem tudott részt venni a kiállítás megnyitóján, alkotásai csendéletei láttán kimondhatjuk, hogy a csend a lelke mindennek, mert képein hétköznapi tárgyak magasztosulnak fel és erősítik meg a látogatót. Rendkívül jó színkeverése volt, nagyon jó színérzéke, az arányokat jól be tudta tartani, és a rajzolásnál, festészetnél ezeket alkalmazta is. Hogy a vér, szerintem a vér az, ami benne volt, az ugye tőlem is származott, és nyilván, hogy ez fertőzés jó hatással volt rá. A több mint 100 művet felvonultató tárlat július 21-ig látogatható a Voke Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.